átadták a megújult mérlegteret. A beruházás részeként újraépítették a mérlegházat, továbbá 36 parkolóhelyet és közösségi teret létesítettek. Az ünnepségen az egykori Végvár északnyugati bástyáját jelképező építményt és Farkas Ferenc szobrászművész vitézi alakot és tüzérágyút ábrázoló alkotását is felavatták. Böjte Sándor Zsolt köszöntő beszédében rámutatott. A piac környéke egyre népszerűbb a városba költözők, valamint az ide látogató turisták körében, ezért a mérlegtér a jövőben fontos közösségi funkciót tölthet be. A mérlegtér visszaállításával egy új közösségi teret tudunk kialakítani, ami nem csak a városba érkezőknek jelent egy új népszerű találkozási helyet, hanem itt a belvárosban, akik itt járnak, és ezen a környéken töltik el a mindennapjaikat, itt mellettünk is új társasházak épültek, mögöttem is vannak, tehát egyre több fiatal is költözik a város erre részére, és én azt gondolom, hogy ez így együtt a családoknak, a kereskedőknek, a városba érkező turistáknak, mindenkinek egy nagyon-nagyon jó kis tér lesz. Balaitz Zoltán polgármester szerint fontos, hogy a városvezetés megőrizze a település múltbeli emlékeit, és tovább örökítse azokat a következő generációknak. Ezt a célt szolgálja a mérlegtér rekonstrukciója is. A városrehabilitáció keretében az elmúlt időszakban számos olyan területet és épületet tudtunk megújítani, amelyek hozzátartoznak a városképhez, és ennek egyik emblematikus helyszíne az egykori mérlegtér és maga a mérlegház is. Ezért a környéken történt felújításokhoz igazodva most megvalósulhatott a mérlegtérnek a rehabilitációja. A Zalai Tánc Együttes műsora után leleplezték Farkas Ferenc Munkácsi Mihály díjas szobrászművész Végvári vitéz és tüzérágyú című alkotását, melyet az egykori erőd északnyugati bástyájának helyén állítottak fel. A polgármester az ünnepség végén oklevéllel ismerte el a mérlegház újraépítését is szorgalmazó városvédők munkáját.